Sziasztok! Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai napon ezt a 2015-ös XT60-as Volvo-t szeretném megmutatni nektek, ami egy nagyon jól felszerelt darab, és a legnagyobb dízelmotorral, tehát a D5-össel készült, annak is a 220 lóerős változatával, ami körülbelül másfél évig volt kapható, mielőtt kivezették, előtte pedig ugye 215 lóerős volt. Meg fogom mutatni az autót kívül, belül, benézünk a motortérbe, és a csomagtérbe is. Kezdjük az utóbbival. Ez az autó elektromos csomagtérajtós, és bent a Volvo-s szokáshoz híven egy térelválasztó fal áll a rendelkezésünkre, tehát ezt le is lehet hajtani, vagy igény szerint fel, de ez inkor elég masszív, de gumiszőnök mögé lehet rögzíteni dolgokat, esetleg ide szatyrokat akasztani. És ha a padlót fölemeljük, akkor ez alatt még további rekeszek találhatok, és alatta pedig a defektjavító készlet. Egy 12 voltos csatlakozó. És természetesen a roló. Amint itt látható, még tolatókamera is van az autóban. Az üvegezés a B-oszloptól hátrafelé sötétített, és itt még az Inscription, az egy csomag volt, a Summon felszereltség, ez megvásárolható csomag, nem egy külön felszereltség, mint azt hiszem 2017-től körülbelül, és ennek a része többek között ez a sötétített üvegezés, meg még egy pár dolog a beltérben, amit el fogok mondani. Hátul természetesen van egy könyöktámasz, kinyitható pohártartóval és egy lekesszel, egy másik 12 voltos csatlakozó. Szellőző rostélyok a B-oszlopon. És az üléstámla az három részben hajtható le, tehát hogyha csak a középsőt kívánnánk lehajtani, azt is meg lehet tenni. Ezt kiemelve pedig a fejtámla. Található, és ezzel a gombbal lehet leereszteni. Ebben az autóban a jobb első ülés is elektromosan állítható, a gerinctámasz is elektromos. Memória nincsen ebben az évjáratban, és ennél a modellnél még csak a vezető üléshez lehetett memóriát rendelni. És egy gyönyörű nappabőrkárpittal van felszerelve, ami viszonylag ritkaság. Itt is megtalálhatjuk az Inscription hímzést, illetve a küszöbborításon. De ez még egy Summon felszereltségű autó. És nagyon különleges, ez tényleg ritkaság, ez egy bőrrel varrott műszerfal. Hát az egész műszerfal borításon ezt a burkolatot találjuk. Huszszalos felnék vannak az autón. Vredesten Giugiaro gumika. És mindjárt benézünk a motortérbe. De előbb még itt elől megmutatom itt a távolságtartó tempomat, radarjának a fedése, természetesen parkolóradar, fényszóromosó, ez ugye kanyarkövető xenonlámpa, és ledes nappali menetfény. A motorháztető alatt pedig a D5-ösnek a 220 lóerős változata, ami szerencsére mindenhol gyárias állapotot mutat. Ez a vezérlés cserének az időpontja. Ez a nappa bőrkárpit egyébként tartósabb is, mint az olcsóbbik bőrkárpit a Volvo-knál. És tényleg így 150 000 km után is újszerű,
Nagyon finom, puha tapintása van, nagyon kellemes. Ebben az autóban matt fabetétet találunk, ami viszonylag ritkaság, mert ennél a modellnél még amennyiben fabetétes volt, az általában fényes. Ez nagyon jól mutat középen is, és az ajtókárpitokon is. És nagyon jó hangulatot kölcsönöz az utastérnek. Illetve ami még jó hangulatot kölcsönöz az utastérnek, az a hatalmas napfénytető, amit ki lehet buktatni, el lehet csúsztatni hátra. Nem ilyen hangos az üzemelés, csak épp elment itt egy vonat mellettünk. És elektromos roló is található rajta. Itt már a keret nélküli visszapillantó tükör van, ami egy nagyon szép részlet. Világításos sminktükröknél mindkét oldalon. Elektromos tükörbehajtás. A külső tükrök is elektromosan, automatikusan sötétednek. Ebben az autóban ráadásul benne van a teljes aktív biztonsági csomag. Tehát itt a ráfutásos ütközés elleni védelemnek a visszajelzője. Plusz a City Safety, plusz a távolságtartós tempomat, sávelhagyásra való figyelmeztetés. Ami még nagyon kellemes, ebben kormányfűtés is van az ülésfűtésen felül. És állófűtés, amit menüben tudunk programozni. Akár be lehet indítani azonnal, ehhez ugye nem szükséges, hogy járjon a motor, illetve előre beprogramozott időpontokra is fel tudja fűteni az utasteret. Tehát meg kell adni gyakorlatilag az indulásunk időpontját, és ahhoz felfűti az utasteret. Itt a infotainment rendszernek a kezelése, gyakorlatilag az összes funkcióval, a klíma berendezésé, és ebben még tolató kamera is van, segédvonalakkal, amik a kormány tekerésére megmutatják az ívet, ahova be fogunk fordulni. És a 13 hangszórós audiórendszer van benne. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és remélem, hogy tetszett ez a különleges XC60-as. Most találkozunk a legközelebbin is. Minden jót! Sziasztok!